Ma az Apáczai Csere János pedagógusok háza vendégül látta megyén pedagógusait, iskola vezetőit, szaktanácsadóit a pályaorientáció, pályaválasztás tekintetében. És azért tartottam nagyon fontosnak, hogy vegyek részt, mert talán ez a legfontosabb dolog a gyerekeink életében, a fiatalok életében, a helyes életében, a fiatalok életében, a helyes pálya megválasztása, a pályakép, pályaorientáció, a jövőkép megfogalmazása. És annyiszor látjuk azt, hogy mi szülők sokszor akár ráerőltetjük a gyerekeinkre, vagy vannak olyan szülők, akik sajnos ráerőltetik a gyerekeikre, hogy szokták mondani a szakemberek, a meg nem valósult álmaikat. De azt gondolom, hogy minden gyerek egy különös és egy külön egyéniség, másra áll rá a keze, az agya, és lehet, hogy nem ugyanazokban a dolgokban látja a boldogság megvalósulását, mint mi, vagy akár egy osztályfőnök, vagy akár egy közeli barát, aki próbálja meggyőzni, hogy milyen iskolában hogyan folytassa a tovább tanulást. Egy másik dolog, amit megtanultam, és tényleg köszönöm Ferenc Zsalamon Alpár kollégámnak, aki a megyei tanács életében az oktatás szót magasra felemelte és súlyossá tette Hargita megyében, és nem hiszem, hogy még van olyan megyei tanács, ahol ennyit és ilyen mélységében, szélességben, dinamikában és akár források csoportosítása tekintetében is foglalkozik az oktatás kérdésével Romániában, mint a Hargita megyei tanács. Hát köszönöm ezt Alpárnak. De Alpártól azt tanultam meg, hogy a pályaválasztás nem 8. végén kell megtörténjen. A pályaválasztás az 5. osztálytól kell kezdődjön. Ki kell próbálják a gyerekek magukat. Tehát az, hogy valaki 8. végén eldönti, hogy most akkor a legjobb középiskolát beírja az első helyre, a másodikot, és úgy lefelé, és aztán majd később beírogat még néhány szakközépiskolát, vagy akár szakiskolát, de ez már találomra a számítógépre bízza az életét a gyerek, vagy a szülő a gyerek életét. Ez nincs rendben. És 5-től szeretnénk, és 5-től 8-ig, illetve a 9-12-ben is, ugye az egyetem a továbbtanulás tekintetében, megyei tanács részéről maximális közreműködést, segítséget nyújtani. Azt mondtam, hogy a forrásaink és a hozzáállásunk az olyan, mint egy tölcsér. Tehát nem lefelé fordítva, hanem rendesen, hogy van a tölcsér. Tehát nem lehet olyan kezdeményezés, amit ez ne álljunk oda, szakoktatásra való felkészítés, vagy akár egyáltalán a pályaorientáció tekintetében. Szükség van arra is, hogy a társadalmi mentalitás igazodjék. A szakmák tekintetében a lebecsültség szűnjön meg. Nem, ma már láthatjuk, hogy például egy darus vagy egy heggesztő többet keres akár egy orvosnál, vagy bármilyen más egyetemi diplomával rendelkező embernél, hogyha tényleg érti a szakmáját. Úgyhogy a lehetőség ott van. Igazából megyei tanács forrást biztosít. Azt mondtam, hogy a helyi tanácsokon keresztül ott is, ahol van lehetőség, igyekszünk közreműködni. Úgyhogy én arra kérem az iskolai igazgatókat, arra kérem az osztályfőnököket, arra kérem a megyei oktatási erőforrás központ munkaközösségét, hogy ott vannak a további szakemberek, hogy jöjjenek javaslatokkal, kezdeményezésekkel, és most már igaz, most már itt vagyunk lassan a 8. osztály végénél, de a jövőbeli 8-osok, vagy 2 év múlva akik lesznek, vagy 3 év múlva akik lesznek, számukra, hogyha adunk lehetőségét, hogy kipróbálják magukat, akár egy tankonyha keretében, akár egy tangazdaságon, akár egy műhelyben, akár egy gyárlátogatással, akár egy meghívott előadóval, akár egy sor egyéb program keretében. Azt mondjuk, hogy
módszertanilag bármire szükség van, segédanyagra, tanácsadásra, programra, meghívottakra, konferenciákra, az égvilágon mindenre igyekszünk a forrás biztosítani a törvényes keretek természetes betartásával, és ezért is tartom nagyon fontosnak a mai napot, mert bízom benne, hogy a mai napot követően újabb projektek, újabb kis elképzelések fognak elindulni, hisz egyszerre nem lehet a megyében a gondolkodást, a jövőkép megfogalmazást megváltoztatni, de lehet azon egyenként lépésről lépésre változtatni, és ezekben a változtatásokban a megyei tanács partnerként, erőteljes finanszírozóként, de akár közreműködő szervezőként is részt vesz, a fejlesztési ügynökségünkön keresztül is, de a kistérségek, az igazgatóságaink, a további alárendelt intézményeken keresztül is bevonásával, úgyhogy várjuk a kezdeményezéseket.